Üdv mindenkinek, illetve a harctól üdvözlöm mindenkit, most már tisztességes felbontással, mert Maxina kulpa a múltkori videó állapotáért, az ügyességért. Most már ez a probléma nem fog többet előfordulni. Remélhetőleg az viszont ismét elő fog fordulni, hogy megverjük az ellenfelünket. Nára találunk egyet. Kíváncsi vagyok ennek a paklinak, milyen hosszú távú esélyei vannak, mert ugye kicsit sok a négybe kerülő lap. De jók azok a négybe kerülő lapok, meglátjuk. Kíváncsi vagyok. Egy Uther versus druidával állok szembe. I must protect the one. I will fight with honor. Ezt valami drágára és nagyra akarom, ez túl drága, főleg hogy nincs mellette fegyver. Ez háromba kell maradjon, és reméljük, kapunk valami olcsót. Megkaptuk a csirkét, de azt ő simán ki fogja nyírni egy pillanat alatt. Nem értem, elhasználom a csirkét? Nem használom el a csirkét, mert a csirkével a Blessings of Kings és egyéb finomság ötleteim vannak. Nem vagyok hajlandó elpazarolni. Ez viszont azt jelenti, hogy egy jó darabig nem fogok csinálni sem. Következő körben ugye vagy kirakjuk a tauntot, vagy az Acolyte of Faint, attól függően mit játszik ki. Ha ki játszik valamit, igen, akkor. Fair módon mindent eltalált egyszer. Sajnálatos módon ez azt jelenti, hogy ráadásul akkor ezt is eltudjuk. Nagyon idegesítő, ami már csak azért is nagyon idegesítő, mert utána nem tudom ezt kijátszani, mert nem tudok mindegy plusz két sebzést adni. Kiszpassz meg! Érme és kijátszik még valamit és felnyomja 4-4-re. Jó, ez már most rossz. Ez már most rendkívül rossz. Defender Burgos szart sem ér önmagában. Ezt konkrétan kivágom elő, egyszerű semeg és adjon nekem egy extra lapot. És reméljük, hogy érek vele valamit. Fú, de rossz ez a kezdés. Jobban, ha kapnék egy Blessing of Kings-es csirkét, az a Testing Adventure-ről kinyírnál. Nesze, megcsináljuk a Blessing of Kings-es csirkét? Baj lesz, hogy meghalna egyből. 5-5, és ez megöli. Ami szörnyű. De más nem is nagyon tudok csinálni. Úgyhogy kételen leszek a Blessing of Kings-es csirkét. Kvázi elpazarol. Mert egyébként ugye ez azt jelenti, hogy megüti mit tudom én ezzel, és felvegy a sebzése 10-re. Helyette bele fogja vágni a Questing Adventure-t, és lehet, hogy a Questing Adventure túl és éli, ha ki tud játszani legalább két lapot. Rettegje a csirkétől. Négybe kerül, úgyhogy akkor nem tudjuk őket kijátszani. És inkább a questinget adja életben, nem tudom érteni. Egyáltalán nem tetszik ez nekem, mert ettől nem tudom, hogy fogok megszabadulni. The gates are open. Megcsinálhatja, hogy ezt a kettőt beleállítossza, és utána megüt. Valószínűleg jobban is járna vele. Mindenesetre én nagyon boldog lennék, ha a Questing Adventurers ezzel a lappal eltávolíthatnám. Kétlem, hogy ez meg is fog történni, de nagyon örülnék neki. Anyád! Enyhén amortizálódom lefele. De ez ennek a paklinak a szomorú tulajdonsága, hogy nincsen neki a korai időszakra vonatkozó játéka egyáltalán. Tényleg nem tudok jobbat, lassítsuk, aztán hát ha történik valami, lassan itt életveszélyben is vagyok igazából. Sőt, konkrétan ez 13 sebzés, ezzel 14. Get in there and
Na jó, és ezzel végén is van. Wow! Hát az előző után ez egy sokkal kellemetlenebb kör volt. Ennyit számít, hogyha nem tudsz az elején mit csinálni. Csanálkos, mivel így konkrétan ki kellett ülnöm az első két-három körre, aztán utána esélyem nem volt itt kapaszkodni. Főleg a rohadt Questing Adventure miatt. Reméljük, hogy valami ilyesmit el tudunk most majd kerülni. Uther versus Thrall! For Doomhammer! I will fight with honor! Hát lehet, hogy elpazaroljuk a Battle Cry-t, de teljesen mindegy. Tantos itt vagy csirke, az érdekes lesz. De muszáj, ezért megint szívesen üldögélnék a csirkén, de ez nem opció. Érettegi a csirkétől. Na, elettöksz már? Félelem elvette az eszedet és nem tudsz mit kitalálni? Rettegj a csirkétől! Mind if I roll need? Shields up! Ez pazarlás. Rettegj a páncélozott csirkétől! Következő körre elég sok opcióm van. Jelenleg lesz rend 3. Tényleg annyi húzzák lapot. Állítom nektek egy paladin pakliban el tudnám képzelni a csirkét. Ezzel a fegyverbe együttésben, úgyhogy köszi, ráadásul ezzel overloadolta is magát. Az overload azt jelenti, hogy annyival kevesebb manája lesz a következő körben. Kedves tőle, hogy ezt bevállalta. El kell gondolkodjon, hogy mi van. Leütheti a Divine Shield-et például. Vagy kinyírhatja a másik lényem. Valószínűleg de gyanúl csak egy totemet fog kirakni. Ez szar neked. Nyilván ez a jobb ötlet, de ilyen helyzetében minden ötlet rossz. Most nem tudunk semmi érdemlegeset kijátszani, ez és ez is pazarlás, úgyhogy jobb ilyen ez lesz. Ezzel leütjük ezt, nem fogja eltüntetni a Divine Shield-et, mert ugye nem sebezte meg ez semmi. Nem addig tart a Divine Shield, amíg egyszer támadsz, amíg egyszer téged meg nem sebezne. Van 7 lapja, tehát hogy annyira nem már rosszul a tekintetben. És ezt a kettőt eltakarítani nem nagy meló. Itt ülök plusz 14 életerő. Ha eljutunk odáig, ugye? Ha kijátszik valami ilyet itt, vagy ilyesmit akar, egyrészt nem gondolkodna ennyit, másrészt akkor ugye itt van nekem ez. Ez pedig. Plusz 3 életerő valaminek. Az is lehet én, az is lehet az én hősöm. Ez azt jelenti, hogy 49 életerő összesen. Igen? Mégis sem teljesen hülyeség.
reporting for duty. Ez pedig most pont lesz a rom. Join or die. Úgyhogy megint van gondolkodni valója. És persze, hogy hármat sebez a tankon, amikor sebeztetett volna kettőt is. I hope you like my invention. Kártya előnye továbbra is megmarad. Egy consecrated elfogadjuk a consecration. Kettő a 21-hez, hogy behúzom, nem húztam be. Valamennyi lapom lesz ebből. Ja, megint overload esete forog fenn nála, úgyhogy csak 4 manányi cuccot tud kijátszani, ami kellemes. A következő körben nem akarnám még elpazarolni Guardian of Kings-t, mert ugye nincsen. Ugye ez plusz 6 életerőt jelentene, de valószínűleg rá 24-en kéne lennem, hogy ez hasznos legyen. De ha nem lesz más nagyobb lényem, lehet, hogy azt elpazarlom. 6-5 nyilván önmagában ugye nem jó, de jelenleg ahhoz képest, ami jelenleg a itt van kint, ahhoz képest ez kellően erős. Na, Józsi, mi az erd? Érteni, hogy nagyon gondolkodsz, de jó lenne, hogyha már csinálnál is valamit. Gondolkodni jó, de nézni nem olyan érdekes, hogy te gondolkodsz. És ezt nehéz kommentálni, hogy a sámán gondolkodik. Vajon mind gondolkodhat? Én most azon fogok gondolkodni, hogy ő mind gondolkodik. Na, csinálj már valamit, vazeg. Légy szíves. Itt vagy egyáltalán? Ilyen. Még mindig fogalmam sem tudok csinálni. Még egy overlordos kártya. Megkapom magam vissza egy lapját ebből. Rendben vagyok. Arra már nem volt ideje, 2-2-essel meg is erősemet. Értek, mert szomorú lesz. Búcsút mondhat az asztalának, a kártya előnyének. Neki is 6 lapja van, meg... Hely, neki 6 lapja van, nekem 5, de ugye... Hát még egy ilyen. De előse volt. Múltkor, amikor egy ilyen kiterült az asztalra, az óriási katasztrófákat... óriási katasztrófa előszele volt a számomra. Na jó, most én azt, hogy ennek elvesztük az életkedvét, és se veszem csak egyet. Na, mint jöjjön a jó rekszűzőhöz. Megszabadul. És remekül érezzük magunkat. Ne feledjük, ez 3 lapot is ad nekünk majd. Valamit ezt bármikor plusz 4 plusz 4-esíthetjük, és az nagyon fincsi lesz, ha ez 7-7-es lesz. És valószínűleg szükség is lesz rá előbb-utóbb, neki is kell, hogy legyenek nagy lapjai, nem? Behúzza a tankot. Így értelemszerűen nem fogom a fegyelmet elhasználni erre a szarra. Mivel nem nagyon van más, amit most hatszons is csinálni tudok. Lay on hands. Következő körben elég sok opciónk lesz. Ezt a 3-3-asat értelemszerűen ki fogja nyírni. Nagyon örülnék a második consecration-on meg, de egyelőre sehol sincs.
1 a 14-hez, hogy behúzom, és meg napelláljunk rá. Valószínűleg Hammer of Life-fel fogjuk ezt kivégezni, miután kinyírja ezt. Ugye az 3-at sem adja, és húznak egy napot. Aztán az állam, hogy Lord of the Arena. Ha nem nyírja ki, akkor ugye megszabadulok a Tantotemtől, ami hasznos lenne, mert a Tantotemből hagyjon meg. Ha megint nem gondolkodik. Jó, egy körre plusz 3 sebzés, valaminek értelemszerűen, akkor ezzel fogja ezt kinyírni a gánatomra. És engem fog megfagyasztani ezzel a szarral? Nem, az nem a Frost Elemental, az a... Na jó, hogy csináljuk ezt? Egyrészt az ingyen van, úgyhogy jöjjön. Ezt eltüntetjük. Ezzel leütjük ezt. Kirekünk egy olcsó szart, húzunk egy új fegyvert, ez ugye az a baj, hogy fogy ez neki plusz egy kártyát fog majd jelenteni, de ennyi belefér. Legalábbis szeretném azt írni, hogy ez nem fog katasztrófát okozni. Még elég idegesítő. Semmi légyem nincs kint, és nem is nem tudom, mit rakjak ki. Lord of the Arena talán egy opció. Csökkenő életerő nem probléma, mert ugye még mindig vissza tudok húzni 9-et, 11-et. Most nézze ki játszik van nagyok, és nem szomorú leszek? Nem. Inkább ezt akarom ki, mert funkcionálisan ugyanaz, ugye, tehát hogy ez mind a kettőt megöli, és mind a kettő képes arra, hogy ezt megölje. Plusz egyel olcsóbb. Get behind me! Plusz négy plusz négyesíthetném, de legyünk őszinték hülyeség. Ez a később legyőző jöhet. Ezzel lesz kinyíljük. És akkor ez most. Érdekes lesz. Ha előbb-utóbb hagyna nekem egy kört, ahol egy valami életben marad az asztalon, akkor jön a Blessings of Kings, de ez egyelőre nem történt meg. Nem akarom előre elhasználni, mert ugye bármikor lehet, hogy van nála egy hex, ami ugye egy békkel változtatja a lényt. Úgyhogy nem szeretném elpazarolni így a Blessings of Kings-t. What to do? Na vajon mi jön? Mi jön ki? Az asztalra pillanatokon belül. Abban bízom, hogy ők itt egy fantasztikus csere üzlet nyomán eltűnnek az asztalról. Your magic shall not save. Jó, én ebben benne vagyok, én a helyben a tantot némítottam volna el. Valószínűleg. Mert akkor az ötöttel kiüthettem volna azt, amit valójában elémített. Na ez igen, itt a hex. Ez az, amiért nem akartam a Blessings of Kings-t elhasználni. Nincs valami egyet sebe... Én konszekvét jelentem. Én konszekvét tényleg jelentem. Szerencsére most nem húzta be a tantotemet, bár ez se rossz neki, mert ugye ez gyógyít minden karakterén. Oh. Ügyes. Ez ilyen kellemetlen, de... Már is csökkentem a kellemetlensége. Fegyveremet nem hazaroljuk el.
Úgy tűnhet, hogy baromi sok mindene van, de ebből kettő totál és elég kevés lapja van már. És ez is egy 5 életerős, és most már csak egy sebzési cucc. Most a nagy kérdés az, hogy nagyjából beleáldoz-e ugye a 4 lapjából 3-at ebbe a Guardians of Kingsbe. Szerencsére nem a Tauntotemet húzta ki, ami egy 50-50 volt, úgyhogy most kivételesen jól jártam egy ilyennel. Ami kellemes érzés. Úgy lehet szinte le fog gyilkolni mindent. Ebből húz egy lapot. Minden nem is kell neki, a Tauntot meghagyhatja. Sajnos. Ezzel ugye az a baj, hogy simán cserél egyet. Hát, hogy neked van a basszus, cseréljem. The gates are open. Vannak itt még tartalékai, például ezt felnyomhatom ugye 7-7-re, ha minden jól alakul. Ez ilyen rohadt türelmi játék most. Van ez felé, amit kijátszik. Anyád! Ez egy rohadt türelmi játék. Már érik egy rohadt Consecrate, 9 lap van a pakliban. Ebből 2 Consecrate. Ez is jó. Több Hexer, hát lehet. Egyébként ugye, mert izé pakli, aréna pakli. Még hogy ne tudja ezzel simán kijutni. Fegyveremet továbbra sem akarnám elpazarolni egy ilyen szarra. Ha ez nem lenne itt, akkor ugye ezt leütöttem volna vele. Sajnos nem volt opció. 10-et tud rajtam sebezni alapját, ha már egy Bloodlust-ja véken van. Na. I wonder. Gyújtsunk 10-et, amíg várakozunk. Jó gondolkodik. Mondjuk, ha Tauntot csináld belőle, meg igazából az ott is lehet. De azt jelenti, hogy ezzel a 7-7-tel meg tudok tőle szabadulni. Ha csak nincs még egy hexe elrejtve. Oh. De azt jelenti, hogy kiüti a 4-4-jével, és én sírok. Ez egyre nagyobb tempóban csúszva. Mindjárt kifogyunk lapokból. Squire, attend me. Ready, sir. És most már nem tudok arra várni, hogy majd a következő körben csinálok ebből egy jót. Túlélem ezt a kört? 15-öt tud sebezni, akkor igen. Szerintem elhasználom a fegyelmet arra, hogy a 2-2-t kiissem. Bármi szóval is. Úgyhogy 13-ot tud ütni. Ha van Bloodlust-ja, továbbra is halott vagyok. Ha van még egy hexe, akkor is sírok. Get behind me. A szomorú valóság az ugye, hogy ha nem jön egy Consecrate például, talán még az se elég, de nem jön, így viszont meghaltam. Ezt hiába nyírom ki. Well played. To battle!
maradék sebzés is elég az, hogy kivégezze. Ez nonsens, hogy egyet se sikerült behúznom ezek közül. Ami kellemetlen. Ó, azért ez egy tökörugással felért. Egy jó meccs volt legalább. Szerintem milyen jól indult ez a pakli olyan nagy tempóban, ér le a proverbiális, de bék a proverbiális alfele-felé minőségben. Kár. Innen folytatjuk legközelebb. Ha tetszett a videó, nyomd meg a like gombot és esetleg oszd is meg, sokat segítesz vele. Ha szeretnél többet is látni, iratkozz fel. Kommentelni a subredditünkön lehet, aminek linkjét a videó leírásában találhatod meg.